A Szarkaláb Néptánc Egyesület műsora elevenítette meg a székelység hagyományos népviseletét, énekeit, táncaikat Pakson, a Székely Szabadság napja alkalmából megrendezett ünnepségen. Az Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesülete és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, valamint tagegyesületeik közösen vettek részt a még 2012-ben életre hívott emléknapon. Ilyenkor Székelyföldön és szerte a világban a magyar közösségek nyilvános összejövetelekkel nyilvánították ki együttérzésüket a székelység érdekeit megfogalmazó megmozdulások mellett. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is hangsúlyozta, többek között arra buzdít ez a nap, hogy az ősöktől kapott értékeket őrizzük meg és adjuk tovább. Ennek emlékére jöttünk össze most is, hogy autonómiáért, illetve a jogaikért kiálljanak a székelyek, az erdélyi székelyek. Természetesen ezt mi bukovinai székelyek messze menőkig támogatjuk, hiszen akkor nem lett volna a madifali veszedelem, akkor mi is tulajdonképpen Erdélyben, illetve Székelyföldön élnénk. Tehát mindenképpen egy vérből valók vagyunk, és kötelességünk kiállni. Az emléknapra történelmi és kulturális műsorelemekkel készültek a szervezők. Ez az ünnep a székelység összetartozásának napja, mondta Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke. A székelységben, mint magyar nemzetrészben mindig is erős volt a szabadság utáni vágy. Az az ember, aki közel van testileg a természethez, lelkileg pedig a teremtőhöz, ösztönösen szabad emberré válik. Az ünnepség után fáklyás menet indult a paksi városháza előtti Emte kopjafához, ahol koszoruk elhelyezésével rótták le tiszteletüket a székely vértanukra emlékezve.